bedobás, bodka. Merci, Zakariassen, Besic, szép összjáték, bodka, 11-es. Erdős játékvezető a sípjába fúj, és azt hiszem, hogy a büntető jogosságához kétség sem fér. Bodka jött előre, nem először, és ez bizony egy kicsit felelőtlen belépő volt. A büntető jogosnak tűnik. Itt érkezik Szendrei, és fölöslegesen borítja föl Bodkát azzal, hogy odalép. Marquinhos lövi a 11-est. Demjén nagyon sok büntetőt fogott már az élvonalban. Marquinhos-szal még nem nézett farkas szemet ilyen szituációban. Ugye nincs Tokmak, aki az első számú büntetőlövő, vagy Ryan Mayé. Marquinhos, és elcsúszik, de így is gól. Mutatja Demjén, hogy nem szabályos a 11-es, mert Marquinhos az egyik lábával elrúgta a labdát, és aztán talált el a másikkal. Tehát kettős érintés volt. Meg fogják nézni, hogy Marquinhos, ahogy kitámasztott ballal, nem rúgta el, nem érte hozzá a labdához, mielőtt jobbal belőtte. Hát nem gondolta volna, hogy 11-es gólt fog vizsgálni először a VAR. Hát, na innen talán. Elvileg jobbal ellöv, hogy eltalálja a bal lábát. Hát ebből a képből majd megmondja a VAR. Én szerintem volt akkora szerencséje Marquinhosnak, hogy átemelte a saját lábán. Hát hogy nem így akarta rúgni a 11-est, az biztos. Itt mellé lép, lő, és nem érzésem szerint eltalálta a labdát, és nem találta a lábát. De hát ezt ki fogják kockázni, megnézik. Ugye a Fulemben Mitrovicnak volt egy hasonló 11-ese, azt nem adták meg, de ott egyértelmű volt az eset, itt is egyértelmű volt végül, a gól szabályos.